Cashfit zsomacos termékek a videosbolt.hu/zsomac oldalon, link a leírásban. Sziasztok srácok, itt Cashfit zsomac, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és ezt a videót mind a két csatornámra fel fogom tölteni, hogy mindenki az eljusson, aki követ engem. És gondolom olvastátok a címet, igen srácok, beszélnünk kell egy bizonyos dologról. Ez nem teljesen clickbait, tehát itt nem arról van szó, hogy én abba hagyom a YouTube-ot, és nem lesz több tartalma, amit YouTube-on, de részben azt is jelenti. Ugyanis én meghoztam egy óriási döntést, ami nagyon-nagyon-nagyon meg fogja határozni ezt a csatornát, illetve a második csatornámat is, ugyanis a livestreamek el fognak költözni egy másik platformra. És azért viszlát YouTube, mert ugyanis mostantól kezdve, hogyha szeretnétek a livestreameimben részt venni, akkor ezt nem fogjátok itt YouTube-on megtalálni, hanem átköltözök Twitch-re, amit azt már páran kitaláltátok, ugyanis ezt a videót, amikor feltöltöm, az előző nap, azaz csütörtökön, már volt egy livestreamem, az utolsó livestreamem YouTube-on, amit tényleg az utolsó, szóval ezentúl Twitch-en tudtok követni engem. És ezt magyarázom, hogy ez miért, és hogy hol tudtok, valamint egy kicsit még más dologról is szeretnék beszélni. Nos, először kezdjünk bele a miértbe. Miért Twitch és egyáltalán mi ez a Twitch? Nos, a Twitch az egy livestreamerekre épített platform, ahol csak live-ok vannak, és ezeket a live-okat amúgy vissza lehet nézni, de nagyon-nagyon jól megcsinált rendszer létezik ott, ahol igazából minden a livestreamereknek kell, ez is a sokkal felhasználóbarátabb az egész. Tehát ez a Twitch sokkal jobb livestreamerésre van kitalálva, viszont én nagyon-nagyon féltem ettől, hogy mi lenne, ha ebbe belevágnék, és megcsinálom itt a dolgokat, és nem mertem eddig belevágni, viszont most később el fogom mondani, hogy miért, de megjött a bátorságom, és egy kis segítséget is kaptam igazából. Nos, a Twitch az egy nagyon-nagyon jó oldal, nagyon-nagyon sok magyar is már streamel ott, és nagyon-nagyon sokan szeretik is, és srácok, megmondom, hoztámon sokkal jobb lesz, aki ott fog engem követni, sokkal jobban fogja érezni, és kérjük előket azokat a kommenteket, hogy a Twitch egy szar, gyere vissza a YouTube-ra, a Twitch sokkal jobb. Szóval aki követni akar Twitch-en, az írja be egy zsomac és kövessen be, de a link van a leírásban, meg még 8 milliószor el fogom mondani, hogy twitch.tv/zsomac. Itt tudtok amúgy követni. Szóval ez egy oldal, de van ugyanúgy telefonos alkalmazás is, lehet embereket követni, akik live-olnak, lehet őket nézni, lehet csetelni, lehet őket támogatni, lehet csírezni, lehet őket ugyanúgy fel lehet rájuk iratkozni, lehet őket követni, és meg annyi lehetőség rejlik a Twitch-ben, és sokkal több rejlik, mint a YouTube-ban, és mostanában nagyon-nagyon sok YouTuber átpártol a Twitch-re, nem véletlenül, ugyanis az egyik legnagyobb szempont, hogy egyszerűen a YouTube-nál nem tudjuk, hogy mit csinálunk körül, és mit csinálunk nem, és egyszerűen Twitch-en sokkal jobb streamelni, és sokkal jobban megéri a streamereknek is, meg szerintem a nézőknek is jobb. Tehát jobban szeretek egy streamet Twitch-en nézni, mint YouTube-on, és ez nem véletlenül van így. Nincsenek az, hogy bejönnek anyázni az emberek, nincsenek az, hogy kulturáltabb latnabb. Tehát, hogy Twitch-en sokkal kulturáltabb a chat, sokkal jobb módszerek vannak, sokkal jobb lesz nektek is, és nekem is, és én igazából ezt szeretném, hogy én egy újabb szintre szeretném ezt az egész dolgot emelni, és ez a Twitch. És nagyon-nagyon sok mindenki beszélt már erről, hogy Twitch, YouTube, melyik a jobb. A YouTube próbálkozik, de még nagyon-nagyon messze nem tartunk ott, ahol a Twitch tart, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és meghatározó lépés a csatornám életében, ahogy átlépek ide Twitch-re igazából. És ez nem véletlen, hogy most megkeresett, képzeljétek el a Twitch-eset, megkerestek, és felejtettek, hogy segítenek nekem az átköltözésben igazából, meg a terjesztésében a csatornámnak Twitch-en, és én ezt nagyon köszönöm nekik ezúttal is, és ez volt az a pont, hogy eldöntöttem, hogy jó, ha kapok segítséget, és én is szeretném igazából legbelül, akkor miért nem most tegyem meg ezt a nagy lépést. 2018 új év, új dolgok, újabb kalandok, ilyen ez a Twitch is, úgyhogy gyertek Twitch-re srácok igazából, és kövessetek ott fogok livestreamelni, most például egész jövő héten csiszünetem lesz, úgyhogy elég sok livestream lesz, és fontos, nem csak Clash Royale livestream lesz ott, hanem mindenféle livestream, ott lesz, tehát ott lesz a Clash Royale, ott lesz a PUBG, ott lesz a Fortnite, tehát minden ott lesz a csatornámon, a Twitch csatornámon a Zsomac névvel, és igazából igen,
Nagyon jó lesz, tehát, hogy mindenkit várok szeretettel, azért szeretném, hogyha meg kifejtenétek a véleményeteket ezzel kapcsolatban, hogy ti melyiket szerettek jobban, biztos, hogy lesznek olyanok, akik még nem is ismerték, gyertek, regisztráljátok, próbáljátok ki az egészet, kövessetek be most, olyan dolgokat fog beállítani, például, hogy ezt nem tudom, hogy kell, meg nem minden, de hogy például olyan van, hogyha valaki bekövet, akkor egy óráig nem tud csetelni, azért, hogy megtanulja, hogy... hogy milyen a chat, hogy kell viselkedni, chat szabályzatot ki lehet írni, és egyszerűen már most annyival sokkal jobb, mint a YouTube, hogy már most imádom, pedig még egyszer se streameltem Twitch-en, és előre láthatólag az első streamem az most vasárnap lesz, 7 óra körülbelül, még nem tudom pontosan micsoda, Twitch-en van menetrend is, ahol be lehet állítani, hogy majd én mit fogok csinálni, de oda mindent fel fog tölteni, és szólni fogok YouTube-on is amúgy egy ideig, egy hónapig szerintem biztos csinálni fogok ilyen videót, hogy sziasztok, most itt vagyok, és akkor gyertek live-olok Twitch-en, és gyertek nézni, szóval egy kis ideig fogok ilyen videókat csinálni, amíg mindenki rá nem szokik arra, hogy én Twitch-en leszek, és nem YouTube-on, ha már mindenki, aki bekövetett Twitch-en, akkor már igazából ezekre nem lesz szükség, de az egy ideig ezt fogom csinálni, de hogyha bekövettek és beállítjátok az értesítéseket, akkor kaptok a telefonotokat és értesítést, meg e-mailt is kaptok, szóval duplán nem maradtok le a dolgokról, és a Twitch szokott szólni, meg nagyon-nagyon sok livestreamer van ott igazából, úgyhogy most már én is oda fogok tartozni, a jó kis stream deckemet, amit eddig alig tudtam használni, ezt Twitch-sel sokkal jobban fogom tudni használni, mint eddig, sokkal több funkció van tényleg, és higgyétek el, srácok, higgyetek nekem, nagyon jó lesz. Nos, gyorsan akkor meg is mutatom a csatornámat igazából Twitch-en. Nos, hát itt is lennék Twitch-en, és meg is mutatom nektek a csatornámat, említettem Zsomac, jelenleg ugye offline vagyok, hát nem streamelek. Már amúgy volt egy valami streamszerű próbálkozás, amit egyszer, amikor YouTube-on is streameltem meg Twitch-en is egyszerre, és lehet klippeket készíteni, srácok, úristen, lehet klippeket készíteni, lehet hostolni. Ez annyit jelent, hogy ha van egy livestream, és van valami nagyon jó pillanat, és ezt leklippelitek, akkor én sokkal könnyebben tudok montást csinálni ezekből, ami nagyon király lesz, és ennek nagyon örülök igazából, mert lehetnek montások, sokkal könnyebb. Egyelőre 71 követőm van, mindenki, nem is tudom, hogy be, nem híreszteltem be sehol meg semmi, de hogy gyertek, kövessetek be, igazából itt az eseményeknél lehet megnézni, hogy mikor fogok és mit fogok streamelni, lesznek a klipek, lesznek a videók, amiket fel fogok tölteni a YouTube-ra, tehát hogy aki nem tud Twitch-en nézni élőben, az nem fog lemaradni róla, meg lesz tekinthető YouTube-on is. Természetesen ezt nem akarok senkit elzárni tőle, itt lesznek a gombok igazából, amiben nem is működik még mindegyik, mert még meg kell csinálnom igazából ezeket a dolgokat, amit most fogok megcsinálni konkrétan nem sokára, mert nem sokára kezdődik a livestream, de hogy itt lesz az én kis Twitch csatornám, itt mindenféle dolgokat fogok csinálni, úgyhogy kövessetek be tényleg mindenkinek, nagyon ajánlom, ha nem akartok semmiről lemaradni igazából, és ennyit szerettem volna ebben a videóban erről beszélni, szóval van még egy téma, amiről szeretnék beszélni, úgyhogy térjünk is vissza a webkamerára. És ez a másik dolog, amiről szeretnék beszélni, ez nem lenne más, mint egy Facebook csoport, és ez a Facebook csoport nem lenne más, mint a Clash Tournament Magyarország, a csoportnak a linkje a leírásban van igazából, és ez egy másik kezdeményezésemnek az első lépése igazából. Ez egy olyan csoport lesz, ahol tournamenteket fogunk majd megosztani, tournamenteket fogunk hostolni, illetve nem teljesen én, de hogy én fogom közvetíteni ezeket a tournamenteket, egy partnerem fogja ezeket a tournamenteket csinálni, eleinte 200 fősöket, de utána lesz több, havonta egy le minimum, de talán kettő is 1000 fős tournament, és ezekbe a tournamentekbe majd tudtok belépni, ahogy csatlakoztok a csoportba, valamint majd néztek Twitch-en igazából. Szóval csatlakoztatok a csoportba, minimum elvárás Arena 10, tehát nagyon fontos, itt jó, tehát itt ez egy olyan gyűjtő csoport lesz igazából, ahova gyűjtjük a jó játékosokat, és hogy ezek a jó játékosok tudnak egymással játszani, és én meg tudjam őket streamelni igazából. Úgyhogy jelentkezzek a Facebook csoportba, mint mondtam, Arena 10 a minimum, úgyhogy mindenki, akinek megvan az Arena 10, az mehet. Pár dolgot le kell érni magadra, amikor bejelentkezel, tehát klánod, meg hogy ki vagy a játékon belül. Úgyhogy ha szeretnétek, srácok, tournamentekben részt venni, akkor mindenféleképpen ajánlom a csoportot, mert nektek ez nem kerül semmibe. Ott lesz a tournament, ingyen tudtok joinolni, és lesz róla a stream, és mindenféleképpen. Ezek a streamek nem ezen a Twitch csatornán lesznek amúgy, hanem erről majd kicsit később fogok beszélni, de ez még nincs teljesen tisztelt, vagy ez hogyan fog történni. De mi esetleg csatlakozott a csoporthoz, ez megvan, ez lesz, ez 100%, csak hogy és miképp, ez még nem fix.
erről még kell beszélgetnünk, de igazából egy ilyen közösséget szeretnénk létrehozni, akik egymás ellen harcolnak, játszanak, és ez egy szűkebb csoport lesz, tehát itt nem az a célunk, hogy mindenkit bevegyünk, hanem egy tényleg egy szűkebb réteg legyen. Hát szóval igazából én ennyit szerettem volna nagyjából mondani. Mindenféleképpen tényleg kövessetek be Twitch-en, hogyha szeretnétek, és minden linket megtaláltok a leírásban, a Twitch, meg a csoportnak a linkjét is. És hát remélem, hogy ezt a döntésemet ti is el fogjátok fogadni, mert én már tényleg nagyon régóta gondolkozom rajta, és így jön a Twitch, és azt mondták, hogy segítenek, ez egyszerűen nagyon-nagyon jó lehetőség számomra is, és amúgy az is nagyon fontos a Twitch és a YouTube között különbségként, hogy a Twitch-esek kommunikálnak a streamerekkel, a YouTube le se szarja, tehát hogy még meg akarok tőlük kérdezni valamit, akkor nem tudom, 2-3 héten belül választ egy bot, vagy egy random embereknek fingja sincs róla. Tehát ez nagyon rossz, és mindenféleképpen sokkal jobban lesznek a livestreamek, mert nekem ez a célom, és nem célom az, hogy mindig 2000 ember nézzen, hanem a minőségi tartalmat szeretném felétek irányítani, és nyilván kevesebben fogtok nézni az elején, de várok mindenkit tényleg Twitch-en, és találkozunk ott a következő livestreamben, és csatlakozzatok a csoportba, várok mindenkit ott is szeretettel, valamint Twitch-en is, és hát akkor köszönöm szépen ezt a mai videót, holnap találkozunk egy nagyon király videóban, ennyi lettem volna mára, sziasztok!